Bemutatták Holló József új, Lélekmagányban című verses kötetét szeptember 12-én a Gépmúzeum gazdaházában. Az eseményen Kis Mátyás, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a rendezvény házigazdája Hajdú Imre író, újságíró ismertette a költő életét és munkásságát. Elmondta, e jeles napon nem csak a művész új, hatodik kötetét, hanem magát a költészetet is ünnepeljük, továbbá megosztotta a hallgatósággal egyebek mellett Søren Kierkegaard filozófus gondolatait, a költői sorsról és a költészet nehézségeiről. Holló József is úgy véli, hogy az írás kegyetlen tud lenni, hiszen lelkileg lecsupaszodnak a művészek, legmélyebb érzéseiket is megmutatják az olvasóknak, de mégis csak is őszintén lehet írni. Ezt ő sem tette, és nem is fogja soha másként tenni. A költő viszonylag későn, az 50-es éveinek közepén kezdett írni, de mint mondja, a műszaki pályán eltöltött idő abban segített, hogy a lírában és a versben is pontosabb legyen. Ma is azokból a gyerekkori élményekből táplálkozik, amelyeket Mező Nagy Mihályon élt át, valamint verseinek legfőbb múzsája, a felesége. A bemutatón a költő több részre osztott művének minden szakaszából hallhattunk verseket, amelyeket maga a szerző, valamint Sziki Károly, az Egri Gárdonyi Géza Színház művésze szavalt el. Továbbá két megzenésített verset adott elő Máriás Gábor, zongorista, zeneszerző. A rendezvényen Teleki Klára művészetpártoló is szólt a megjelentekhez, a kötet borítója is az ő munkáját dicséri. A bemutató zárásaként Kis Mátyás ajándékokat adott át a meghívott vendégeknek, majd pedig az érdeklődők meg is vásárolhatták a verseskötetet, amit szívesen dedikált mindenkinek az író.